Köszöntök mindenkit a Migrációkutató Intézet és a Klímapolitikai Intézet közös szervezésében megvalósuló online rendezvényünkön. Az elkövetkező másfél órában a robotizáció és túlnépesedés, vagyis a 21. század demográfiai folyamatainak eltérő perspektíváit járjuk körül. Én Magos Jorsél vagyok, a Klímapolitikai Intézet kutatója és a rendezvény moderátora. Előadóink körében köszöntöm szeretettel dr. Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatóját és az NKA egyetemi adjunktusát, Litkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját, továbbá Bartók Andrást, az NKA ANTK tanársegédét. Mielőtt felkérem Litkei Máté urat az előadásának megtartására, néhány technikai információra is szeretném felhívni a figyelmüket. A rendezvényről felvétel készül. Kérem szépen azokat, hogy akik éppen nem beszélnek, némítsák le a mikrofonjukat, a kamera természetesen bekapcsolva maradhat. A felmerülő kérdéseiket pedig az előadás közben is fel tudják tenni, ehhez kérem, hogy használják a chat ablakot. Most pedig szeretném felkérni Litkei Mátét az előadásának megtartására. Köszönöm szépen! Jó, lehet hallani és látni? Hogy kérdezzem meg. Jó, köszönöm szépen. Tehát túlnépesedés témájáról szeretnék, illetve az éppen aktuális demográfiai trendekről egy átfogó körképet adni, illetve az előadás során megnézzük, hogy milyen trendek voltak tapasztalhatóak az elmúlt évtizedekben, illetve évszázadokban, és milyen prognózisokkal élnek a kutatók az elkövetkezendő közel egy évszázadra. Fölmerül a kérdés, hogy a Klímapolitikai Intézet miért foglalkozik egyáltalán a túlnépesedés témájával. Hát egyrészt amiatt, hogy nevünkkel ellentétben nem csak klímapolitikai kérdésekkel foglalkozunk, hanem környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai kérdésekkel is. És hát számos elmélet jelent meg az elmúlt időszakban, ami arra utalt, vagy azt állapította meg, hogy a Föld emberi népességének a növekedése az egyenes arányban van a természeti értékek, természeti rendszerek degradálódásával. Éppen ezért a Klímapolitikai Intézetnek feladata az is, hogy ezeket az okokat feltárja, és ezeknek az összefüggéseire rámutasson. Nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt közel két évszázadban. Azt láthatjuk, hogy egy rendkívül drasztikus népességrobbanás történt. Igazából, hogyha csak az elmúlt hét évtizedet nézzük meg, akkor is egy 300%-os növekedés volt tapasztalható. Az 1950-es években 2,5 milliárd ember élt a Földön, és napjainkban 2021-ben meghaladja 7,8 milliárdot a Föld lakossága. Mik az okok? Miért történt ez a népességrobbanás? Ennek a kezdete ez a 19. századnak a végére tehető, amikor is a közegészségügyi állapotok, illetve a modern orvoslásnak a vívmányai azt eredményezték, hogy a várható élettartam az megnőtt, illetve a gyermekhalandóság nagymértékben csökkent. Ez az elsődleges ok, vagy az első számú ok. A második ok az az iparosodás, amely gyakorlatilag felborította azt a Malthusi elméletet, amely a véges erőforrásokra hivatkozva egyfajta korlátot szabott a társadalmak növekedésének, és hát ebben az időszakban úgy tűnt, hogy az innováció, az ipari forradalommal járó újítások azok gyakorlatilag végtelen erőforrást eredményeznek, és biztosítják-e a gyarapodásnak a feltételeit. A harmadik pillér pedig az, hogy azok a társadalmi kulturális beidegződések, azok nem tűntek el az ipari forradalommal, hiába alakult át a társadalom jelentős része, számolódott föl például a feudalizmus ebben az időszakban. Azok a beidegződések, amely például a nagycsaládos modellt jelenti a sok gyermek vállalásával, azok nem tűntek el egyik pillanatra a másikra. Tehát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a népesség növekedjen, és azok a kulturális minták tovább öröklődtek, amelyek pedig a nagyszámú gyermeket eredményezték. Ezek a minták aztán, mivel elsősorban ezek a nyugati civilizációban, Európában és Észak-Amerikában jelentek meg elsőként, ezek az
kezdetben lassú, majd egyre gyorsabb ütemben begyűrűződő globalizáció hatására megjelentek a kelet, illetve a dél országai közt is, némi késéssel és némi fázis lemaradásban. Ezekről részletesebben most nem beszélnék, hiszen a kollégák előadása jó részt ezekről a területekről fog szólni. De hogy egy körképet lássunk, hogy hol is állunk most, milyen demográfiai trendek vannak, hát ki kell tekintenünk. Elsőként érdemes Ázsiát megnézni. Ázsia jelenleg a teljes népességnek 60%-át adja, mintegy 4,6 milliárd ember él ezen a területen, és a népesség az ugyan nő, elnézést, tovább mentem, a népesség ugyan nő, de ennek az üteme folyamatosan csökken, tehát egy csökkenő ütemű növekedés tapasztalható. Afrika 17%-et adja a föld népességének jelenleg, ez 1,3 milliárd főt jelent, és dinamikusan gyarapszik. Európa mintegy 10%-át alkotja a föld népességének, közel 700 millió fővel, és egy erőteljes csökkenés tapasztalható. Latin-Amerika, illetve a Karib-térség mintegy 8%-et adja a globális népességnek, közel 600 millió fővel, és lassú növekedési trenddel, illetve Észak-Amerika 5%-et, mintegy 400 millió fővel, és itt is egy lassú növekedés tapasztalható. Ez utóbbihoz annyit érdemes megjegyezni, hogy ezt a növekedést jó részt a bevándorlással tudja Észak-Amerika fenntartani, illetve hát meg lehet említeni Óceániát, ahol szintén egy erőteljes növekedés tapasztalható, 42 millió fő él jelenleg ebben a térségben, és a század végére mintegy 74 millió fog élni, viszont a globális trendek szempontjából ez nem egy jelentős szám. És hát miért is foglalkozunk ezzel? 2100-ra az ENSZ különböző prognózisokkal él, az úgynevezett mérsékelt vagy közepes prognózisa szerint az ENSZ mintegy 10,9 milliárd főt jelez előre 2100-ra, és hát a jelenlegi népesség száma is aggódásra adhat okot. Állítja ezt például a Greenpeace, vagy egyéb népesedéssel is foglalkozó szervezetek, népesedéssel és ökológiai problémákkal foglalkozó szervezetek. És hiszen ezek a szervezetek azt mondják, hogy egyenesen arányos a népesség növekedése és az ökológiai rendszereknek a degradálódása, tehát minél több ember él a Földön, annál nagyobb mértékben pusztítjuk a környezetet. És éppen ezért olyan sok esetben radikális javaslattal is élnek, hogy valamilyen úton módon szabályozni kellene ezt a népességet, például azzal, hogy a születésszámot próbáljuk korlátozni, és sok esetben ez válogatás nélkül a nyugati civilizációkban és a keletiekben egyaránt. Annyit azért talán érdemes megjegyezni, hogy hatást igazából leginkább ezek a szervezetek a nyugati civilizációkban tudnak kifejteni, a keleti, illetve például afrikai országokban igen csekély a ráhatásuk a termékenységre. És hát érdemes áttekinteni azt, hogy hogyan változik ez a trend jelenleg. Azt lehet mondani, hogy a 60-as és 70-es években volt a csúcsnövekedésnek az üteme, ez mintegy 2%-os növekedés jelentett évente, ez mára már megtört. És manapság 1,1%-os növekedés tapasztalható globális szinten, és az ENSZ prognózisai szerint is ez tovább fog csökkenni. 2050-re mintegy 0,5%-os, és 2100-re mintegy 0,3%-os éves növekedést jósol előre a világszervezet, és utána stagnálás, majd pedig lassú visszaesés lesz tapasztalható. Mi az oka ennek a trendváltozásnak? Ugye azt látjuk, hogy Afrikában további növekedés várható, de mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol pedig visszaesik a népesség? Miért következik ez be? Ez egy nagyon komplex probléma, és igazából ezt csak érinteni szeretném, nem ez az előadásnak a fő témája. Jó részt szociológiai és szociálpszichológiai okokkal magyarázható az,
hogy ezekben az országokban miért csökken a termékenység, és a gyermekvállalások száma miért esik vissza. Látható, hogy a fejlett gazdaság országokban csökken a házasodási ráta, és nagy mértékben nő a vállásoknak az arányszáma. Tovább az is megállapítható, hogy a termékenység és halandósági változások következtében egyfajta gyors öregedés következik be ezekben a társadalmakban. A szociológusok, vagy legalábbis néhány szociológiai elmélet szerint ez jó részt az értékrendbeli változásoknak köszönhető, hiszen a korábban meglévő helyi, illetve vallási értékrendek helyére leginkább individuális értékek kerülnek, amelyek azt mondják, hogy az önmegvalósítás, az önkiteljesítés az előrébb van, mint azok a hagyományos értékek, mint például a gyermekvállalás és a nagy család. Ezzel párhuzamosan bizonyos elméletek szerint megnőttek például a partnerekkel szemben támasztott elvárások, és ezért bomlékonyabbá váltak a párkapcsolatok is. Nagy mértékben megnőtt a házasságon kívüli kapcsolatoknak a száma, illetve vannak kutatások, amik azt mondják, hogy ezek a különböző kapcsolatok, ezek kevésbé tartósak, mint a korábbi házasságok. Ezen túlmenően nyilvánvalóan megváltozott a nőknek a szerep felfogása, a társadalom belüli szerepen megváltozott. A nők egyenjogúsága, illetve a női jog kiterjesztés, illetve a nagyobb mértékű iskolázottság következtében olyan életutak nyíltak meg a nők előtt, ami korábban elképzelhetetlenek voltak, és manapság már nem csak a főállású anyaság az az életút, amit egy nő választhat. Nyilvánvalóan ez önmagában is csökkenthetné a gyermekvállalási kedvet, de emellett olyan tényezők is azért ebbe az irányba tolják ezt a jelenséget, mint például, hogy a társadalomban szinte teljesen eltűnt, és ez a nyugati társadalmakat is érinti, az egykeresős családmodell. Tehát a nők, még hogyha önként szeretnének is más döntésre jutni, és sokszor belekényszerülnek abba, hogy a munkaerőpiacra lépjenek. Illetve hát emellett nyilvánvalóan vannak olyan tényezők, amik elsősorban a munkáltatótól függnek, tehát még a nyugati társadalom belül is csak bizonyos rétege foglalkoztatási lehetőségek azok, amik például a részmunkaidős, otthonról végezhető munkalehetőséget biztosítanak, vagy olyan családbarát munkakörnyezetet, hogy a nőknek ne legyen szükségszerűen egy szülés, az például egy karriertörési pont, és ne kelljen elhagyni a munkaerőpiacot feltétlenül teljes mértékben húzamosabb időre egy-egy várandóság alkalmával. És hát van egy harmadik tényező, amiről azért kevesebbet szoktunk beszélni, ez a környezetszennyezés, illetve az élelmiszer átalakulásának a szerepe. Hogyha arra gondolunk például, hogy milyen kemikáliákat használunk akár az élelmiszeriparban, milyen vegyi anyagokat alkalmazunk az élelmiszerek előállítása során, akkor ha őszintén akarunk beszélni, akkor azt tudjuk mondani, hogy ezeknek a hatása, illetve az egymással való kombinált hatása az jelenleg felmérhetetlen, és nincs is felmérve, illetve nem is feltétlenül kell a direkt szennyezésekre és direkt kémiai anyagok bevitelére gondolni, hanem a egész egyszerűen megváltozott táplálkozási szokások önmagukban is kihatással lehetnek a termelékenységre. Gondoljunk csak a megnövekedett cukorbetegek a számára a társadalmon belül, ami korábban azért egy jóval alacsonyabb jelenség volt, és hát ez is nyilvánvalóan kihatása lehet a termelékenységre. Illetve vannak kutatások, amik a különböző fogamzásgátló tabletek káros hatásait tárják föl, amelyek szintén kihatással lehetnek a női termékenységre. Tehát ezek összessége nem lehet megjelölni egyetlen egy okot, és nyilvánvalóan ezek mellett lehetnek más okok is, amely kihatással lehet akár a gyermekvállalási kedvre, akár a termékenységre, de ezek mindenképpen a fő okok között szerepelnek. És hát milyen prognózissal rendelkezünk igazából az elkövetkezendő egy évszázadra? Azt tudjuk mondani, hogy a világ népesség az eltérő mértékben fog nőni, illetve csökkenni. Afrika népessége 2050-ig csak nem meg fog duplázódni, és egyes előrejelzések szerint az évszázad végére akár még Ázsia népességét is meghaladhatja. Ezzel szemben 2100-ig Ázsia, Latin-Amerika,
illetve ide jártam a Karib térséget, és Európa lakossága az minden valószínűség szerint egyfajta csökkenési trenden fog keresztül menni. Ez azért is érdekes, mert Ázsia, illetve Latin Amerika az jelenleg növekedési irányt mutat, tehát itt az évszázad során lesz egy trendfordulás. Európa lakossága az nagy mértékben fog csökkenni, mintegy 80 millió ember fog eltűnni a kontinensről. Nyilvánvalóan a bevándorlással itt lehetnek mindenfajta mozgások, de az európai népesség mintegy 80 millió fővel fog csökkenni, és a föld lakosságának mintegy 6%-át fogja csak kitenni 2100-ra. Ami még egy érdekes és vagy aggasztó adat lehet, az az, hogy a 65 év felettieknek az aránya, akiket jelenleg nem munkaképesként vagy eltartottként tartunk számon, az 30% vagy a fölé is mehet 2100-ra. És hát vannak még borúsabb forgatókönyvek is, vagy hát dönts el mindenki, hogy borús-e vagy nem. Ilyen például nemrég kijött Washingtoni Egyetemnek a kutatása. A Washington Egyetem kutatói azt mondják, hogy a föld lakossága nem fogja elérni a 10 milliárd főt 2100-ra, ugyanis az ő számításaik szerint az ENSZ nem vette figyelembe, vagy nem kellő súllyal vette figyelembe a termékenységi ráta csökkenését, és az ő számításaik szerint 2064 után csökkenni kezd a föld népessége. Itt csak egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy ez a 14. század óta nem fordult elő, és akkor is egy nagyon komoly világjárvány volt ennek az oka. Az ő előrejelzéseik szerint 2100-ra mintegy 8,8 milliárd ember fog élni a Földön, ez 1 milliárddal több, mint ami jelenleg van, és hát Afrika szerepe tovább nőhet, a népességet tekintve legalábbis mindenképp, és ebben az elemzésben azért megjelenik, hogy Nigéria potenciálisan szuperhatalom is lehet, hát itt azért kérdőjeleket tennék mindenképp, hiszen azért ez nem csak a lakosság számától függ, hanem technológiai, katonai és mindenfajta tényezőktől is függ. De ami további érdekesség az az, hogy 195 országban, 183-ban csökkenni fog az előrejelzés szerint a népesség, és Magyarországon a század végére mintegy 5,2 millióan fognak élni. És hát a következtetésekhez jutottunk. Én kicsit környezetvédelmi vagy klímapolitikai szempontból vizsgálnám meg ezeket a trendeket. Az első megállapításom az az, hogy a világ, legalábbis a nyugati civilizációra ez mindenképpen igaz, de a világ olyan átalakulások előtt áll, értem ez alatt például a zöld gazdasági átalakulásokat, melyek, hogyha sikerrel mennek végbe, akkor a nyugati civilizációnak gyakorlatilag lehetősége van egy úgynevezett dinamikus egyensúlyi állapotot képíteni a természeti rendszerek, illetve a társadalmi rendszerek között, és lehetősége van egy észszerű erőforrás menedzsmentet megvalósítani. Nyilvánvalóan ezek a folyamatok megjelenhetnek Ázsiában is, és láttunk erre azért utaló jeleket. Értem ez alatt például a Xi Jinping kínai elnöknek a 2060-ra vonatkozó karbonsemlegességi bejelentését, ami egy nagyon ambiciózus és nagyon előremutató bejelentés, nagy érdeklődéssel várjuk ennek megvalósítását. Viszont ez azért hívásokkal fog találkozni a fejletlen régiókban, hiszen ezekben a gazdaságilag fejletlen régiókban egy gazdaságilag lemaradt állapotból kellene egy zöld gazdasági modellre váltani, a klasszikus iparosodási folyamatokat kihagyva és átugorva. Nyilvánvalóan ezek a népesedési trendek, ezek a világhatalmi rendszereket, a geopolitikai egymáshoz való viszonyokat nagy mértékben fogják alakítani. Az USA várhatóan nem fogja elveszíteni szuperhatalmi pozícióját, hiszen látjuk azt, hogy ott egy stagnáló és lassan csökkenő trend fog megvalósulni minden előrejelzés szerint, és hát az amerikai bevándorlás politika valószínűleg ezt fogja is tudni kezelni, és nagy valószínűséggel valamilyen mértékben fogja tudni integrálni az odaérkezőket. Emellett viszont Kína néhány éven, évtizeden belül, ez már most is látható, be fog jelentkezni, mint egy valós ellenpólus, és egyfajta kétpólusú világ alakulhat ki. És hát ott van a harmadik pólus, ami azért minden
valószínűség szerint nem fogja fölvenni a versenyt sem az Egyesült Államokkal, sem Kínával, ez pedig Afrika. Afrikának minden lehetősége meg lesz arra az elkövetkezendő egy évszázadban, hogy technológiailag és gazdaságilag fejlődjön, de azért azt is látjuk, hogy a zöld gazdasági átalakulás kapcsán Kína erőteljesen jelen van ebben a térségben, és nagyon komoly függési rendszereket alakít ki technológiai és know-how importtal jelen van ezen a piacon. Ez nyilvánvalóan átrendezi ezt a geopolitikai terepet. És hát, hogyha Afrika nem tud kellően megerősödni mégsem ebben az évszázadban, a népesedési folyamatok következtében azt azért látjuk, hogy ez esetben erőteljes konfliktusokra számíthatunk ebben a térségben, és minden eddiginél erősebben felerősödhetnek a migrációs hullámok, hiszen hogyha gazdaságilag nem lesz életképes ez a térség, viszont ilyen mértékű népességnövekedés lesz tapasztalható, akkor minden valószínűség szerint el fognak indulni ezek a tömegek Európa irányába. Még egy megállapítást mindenképpen érdemes tenni Európával kapcsolatosan. Ugye nálunk is megjelentek azok a vélemények, mely szerint egy szabályozott népesedéspolitikára van szükség, és csökkenteni kell a gyermekeknek a születés számát. Én ezzel személyesen azért vitába szállnék, hiszen az európai viszonylatban nem a túlnépesedés sem a környezetkárosításnak a fő problémája, sem pedig a fő társadalmi probléma nem ebből fakad, nem ez az eredője. Én azt gondolom, hogy az európai népesedés politikának a legnagyobb kihívása jelenleg a stabilitás megteremtése. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az európai civilizáció, vagy az európai kultúra fenntartásához mindenképpen szükség van arra, hogy szülessenek gyermekek, és hát azokban a térségekben pedig, ahol regionálisan erőforrás menedzsment problémák merülnek fel, akár az ivóvíz, vagy az élelmiszer, vagy bármilyen más erőforrás kapcsán, oda pedig segítséget kell szállítanunk. De hogyha ezzel kapcsolatosan kérdések fognak felmerülni a későbbi évben, akkor állok rendelkezésre. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen! Afrika témakörét tovább boncolgatva szeretném átadni a szót dr. Marsai Viktornak, és felkérni az előadásának a megtartására. Köszönöm szépen! Ugye, különösen, hogy egy szuperhatalomról, lehető szuperhatalomról beszélhetek. Nem is tudom, hogy Máté is ugye félig viccesen beszélt róla, bár ugye demográfiai tekintetben ugye egyértelműen ellátszik a kontinensen, úgyhogy mondani fogom majd ugye afrikai barátaimnak, különösen az etiópoknak egyébként, mert ők is elég jól állnak, hogy ugye nem csak azzal tudnak majd dicsekedni, hogy a kávé ős hazája, meg az emberiségé, hanem hogy demográfiai szuperhatalmi státuszuk is, bár már lebeg fönn a horizont, vagy előttünk a horizonton. Jó, komolyra fordítva a szót, hölgyeim és uraim, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, ugye a Migrációkutató Intézet nevében is, meg ugye a másik affiliám a Közszolgálati Egyetem nevében, és nagyon örülök, hogy a Klímapolitika Intézettel csak úgy, mint decemberben most ismét egy közös konferenciát tartottunk, és hogy önök itt vannak velünk. Ugye, ahogy Máté is elmondta, ugye a nagy kép után én a Bartók András előtt ugye ennek az ingának az egyik széléről fogok beszélni, ugye az afrikai kontinensről, mert ugye bár arról, hogy mikor fog leállni a föld demográfiai növekedése, robbanása, ugye, mint láttuk Máté előadásából is megoszlanak szakértői vélemények, ugye egy dologról nem oszlanak meg alapvetően, hogy Afrika lesz a leginkább gyarapodó kontinens. Ugye hallottuk a számokat, hogy most nagyjából most már több mint ugye 1,3 milliárd ember él a kontinensen, és ugye figyelembe véve a demográfiai folyamatoknak, ugye a változásnak a lassúságát, ugye gyakorlatilag borítékolható ugye 2050-re a 2,5 milliárd fő, és ugye az ENSZ közepes becslések szerint is ugye az évszázad végére ugye több mint 4,4 milliárd ember lakik majd az afrikai kontinensen, ugye a földünk 10 lakosából 4 afrikai lesz, és ugye ami még hát továbbra is elgondolkodtató, ugye hogy 2050 után azért a legtöbb előrejelzés azt mondja, hogy már nem lesz olyan kontinens, ami gyarapodna, Afrikát kivéve, és ugye Afrika még 2100-ban is növekedni fog. Ugye itt láttuk ugye ez a Pew Research-nek az adatait, itt látjuk ugye
az ENSZ-nek az adatai, tehát ugye ez nagyjából konzekvensen azzal foglalkozik, ugye, hogy Afrika népessége gyarapodni fog. Ez az első nagyon fontos állítás. A másik fontos állítás viszont, hölgyeim és uraim, hogy a gyarapodás mértéke az nem egyenletes a kontinensen. A demográfiai átmenet az ugye beindult a kontinensen, és azt is látjuk bizonyos pontokon, hogy ez a végéhez közeledik. Ugye itt ha ránézünk a térképre, amit megosztok önöknek, ugye gyakorlatilag az látszik, hogy az észak-afrikai országok esetében és a dél-afrikai országok esetében, illetve néhány játékos kiemelve Seychelles-szigetek, zöldfoki szigetek, a demográfia átment, az lényegében lezajlott. Ugye ez nem teljesen pontos az ábra, mert ugye itt azért még négyes termékenység rátákat mutatnak, de ha megnézzük, hogy Marokkótól ugye Líbiáig az észak-afrikai országokat, ott olyan 2,5 környékén vannak a termékenységi ráták, ugye ebből egy ország lók ki Egyiptom ugye 3 felettivel, és ugye nagyjából Namíbia, Botswana, Dél-Afrika esetében is 3 alatt vannak a termékenységi ráták. Tehát, hogy ezekben a térségekben a kontinens viszonylag jól áll. Na most ugye vannak az ilyen átmeneti régiók, ugye még akár Nigériát is ide vehetjük, vagy Kelet-Afrikának a jelentős részét, ahol ugye ez már valahol 4 és 5 között van. Viszont ugye van néhány olyan, csak 6 között, viszont van néhány olyan terület, ahol azt látjuk, hogy a demográfiai átmenet az épp hogy csak elkezdődött, tehát gyakorlatilag még annál a szakasznál tartunk, hogy ugye a születésszám, az ennyire jutó születésszám az nem vagy alig csökken, miközben ugye a gyerekkörű halandósági mutatók ugye jelentősen visszaestek. Ugye ilyen kritikus pontja vagy régiója a kontinensnek a Száhelövezet, ahol hát itt ugye 6-tól felfele mutatják az adatokat, de ugye itt vannak ugye nem csak Afrikának, hanem a teljes bolygónak ugye a továbbra is legtermékenyebb országai, ugye Niger-Csád esetében ugye ez 7 fölötti vagy körüli termékenységi rátákat mutat, vagy Szomália, vagy ugye a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ugye ezek esetében egy masszív népességrobbanás zajlik, és ugye nem évtizedeknek, hanem generációknak kell elmúlni ahhoz, hogy itt hát a demográfia átmenet végéhez közeledjenek ezek az országok. Ugye nemrég beszéltem Maliból egyik ismerősöm, és mondta azt, hogy már az ugye óriási eredmény, hogy az előző generációban nem hogy 7 meg 8 gyerek lett volna, hanem 10-12 volt családonként. Ugye az, hogy most már csak 7-80, ugye ez már viszonylag látványos eredménynek számít. Ugye nem csak földrajzilag látunk nagy különbségeket a kontinensen, hanem ugye az egyes országokon belül is van egy markáns különbség, alapvetően itt a városvidék ellentét kapcsán. Gyakorlatilag kevés kivételtől eltekintve bárhol is járunk az afrikai nagyvárosokban, azt látjuk, hogy a demográfiát, mert a végéhez közeledik, ugye személyesen a Nairobiból és Addis Abebából van elég sok példám, ahol az látszik, és ez nagyon érdekes, hogy lényegében társadalmi osztálytól független jelenség, tehát a minisztériumi alkalmazottaktól kezdve az egyetemi tanárokon át, taxisofőrökön át, ugye az egyszerűbb emberekig azt mondják, hogy 1-2 nagyon ritkán 3 gyereknél többet nem vállalnak, mert drága az oktatás, drága az élet, nem tudják finanszírozni. És ugye az látszik egyébként, ha az ember utána kérdezte, hogy ők még hányan voltak testvérek meg a szüleik, hogy ez a váltás gyakorlatilag egy generáció alatt lezajlik az afrikai nagyvárosokban. Amint azonban kilépünk ezekből a vidéki területekre, 10-20 kilométerrel távolabb már ismét azt látjuk, hogy ennek a termékenységi rátának a többszörösével találkozunk. És ugye a vidéken ugye ezek a folyamatok jóval lassabban zajlanak, mint a nagyobb városokban. Ugye, hölgyeim és uraim, én sem szeretnék belemenni ebbe hogy mennyi ember bír el a föld lakossága, mennyit nem bír el. Ugye alapvetően Afrika kapcsán is az látszik, hogy a percepció ellenére, hogy Afrika az egy ritkán lakott kontinens, még akkor is, hogyha figyelembe veszük, hogy óriási térségeket tesznek ki ugye a lényegében lakhatatlan térséget, mint például a Szahara sivataga, de alapvetően Afrika ritkán lakott, és ugye különféle becslések alapján az afrikai mezőgazdasági potenciális adottságok, tehát a földrajzi, talaj és klimatikus adottságok alapján alapvetően el tudna látni nem csak
annyi embert, mint amilyen most vannak a kontinensen, hanem akár ugye ezt a kicsit talán horrorisztikusnak tűnő 4,5 milliárdos lakosságot. Ehhez azonban nagyon komoly társadalmi és inkább gazdasági átalakulásra van szükség. Ugye a zöld forradalomtól kezdve hát az egész mezőgazdasági termelés újra gondolásáig, ami nagyon lassan zajlik a kontinensen. És ugye míg e tekintetben alapvetően nem állunk szerintem rosszul, a kontinens sem, tehát hogyha összehasonlítjuk a 10-15 évvel ezelőtti állapotokkal, hogy a legendákkal ellentétben igazából Afrikából szisztematikus éhínségeket nem nagyon tudunk jelenteni, egy-két konfliktus zónát leszámítva, mint Dél-Szudán, vagy jelenleg ugye a tigrái válság. Tehát a probléma nem az alapvetően, hogy az emberek nem jutnak hozzá, hanem is elégséges táplálékhoz, hanem az, hogy összességében az állami alrendszerekre óriási terhet jelent a jelenleg is zajló, vagy terhet rak a jelenleg is zajló népességrablás. Ugye gondoljunk bele, hogy Nigériának a lakossága nettó 4,5 millió fővel nő évente. Tehát ugye minden évben plusz 4,5 millió diáknak elegendő tantermet, plusz 4,5 millió embernek elegendő egészségügyi ellátást kellene kiépíteni. És ugye, ha ezt évvégére sikerül megcsinálni, akkor a következő évben is ugyanennyit kell produkálni. Ugye Etiópia esetében ugye ez plusz 2 millió embert jelent, Egyiptom esetében ugye ez plusz 2 millió, szintén plusz 2 millió embert jelent. Tehát itt óriási nyomást jelent ez az állami ellátó rendszerekre. És ugye ezekben nyilvánvaló lehetőségek is vannak, hölgyeim és uraim, tehát az aktív korú lakosságnak a bevonása a munkaerőpiacba, ugye egyre képzettebb az afrikai fiataloknak a rétege. Nem véletlen, hölgyeim és uraim, hogy számos vállalat, fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, sörgyára, stb. Ugye már Afrikában terjeszkednek gőzerővel, hiszen óriási felvevő piac áll előttük. Amellett ugye, hogy a népesség robbanás mellett ugye a középosztály bővülése is intenzíven zajlik, de ugyanakkor ez nagyon komoly kihívásokat is jelent, ugye, amit a Máté is említett. Ugye a kontinens lakosságának a 60%-a ugyanisben jelenleg 30 év alatti, ugye 42%-a a lakosságnak 15 év alatt, és 18% esik a kettő közé. Ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy ugyanis, mert ugye a percepciónk az, hogy az aktív, illetve passzív eltartottak aránya, ugye biztos, hogy Európában, nem tudom, Japánban a legrosszabb, nem, Afrikában a legrosszabb az arány, ugye csak a spektrum másik oldala miatt, nem a sok nyugdíjas miatt, hanem ugye a még nem munkába állt ugye fiatal lakosság miatt. Ugye a Világbanknak volt egy becslése 2012-ben, ugye hogy 37 év alatt ugye 400 millió új munkahelyre lenne szükség a kontinensen, hogy föl tudja szívni, ugye gyakorlatilag azt a generációt, aki akkor már igazából megszületett. Tehát, hogy itt ugye megint nem fikciókról beszélünk, hanem tényekről. Most ugye Afrika egyébként legalábbis a koronavírus járvány előtt alapvetően dinamikusan fejlődött, de ez is azt jelentette, és ugye most nem látjuk, hogy a COVID-19 ez mit fog jelenteni távlatilag, de ez is azt jelentette, hogy az optimista becslések is ilyen 200-250 millió új munkahelyről beszéltek, ami azt fogja jelenteni, hogy 150-200 millió embernek egyrészt egy nyilván az informális szektor fel fogja szívni, de ugye 10 milliók fognak ugye a társadalom perifériáján maradni. És ugye ennek kapcsán még egy állítás nagyon röviden, mert megy az idő, ugye a medián életkor nagyon sok társadalom esetében 18 év alatt van. Ugye azt jelenti, hogy és uraim, és ezt az arab tavasz kapcsán Észak-Afrikában és bizonyos közel-keleti államokban már láttuk, hogy ugye az afrikai lakosság idősebb része, aki átélte a 90-es évek, a 80-as évek és 90-es évek elejét, amikor ugye a polgárháborúk, etnikai tisztogatások és ezeket kísérő éhínségek pusztítottak a kontinensen. Ugye ezek a társadalmi csoportok kétszer is meg fogják azt gondolni, hogy a vélt vagy valós sérelmeket az erőszakos módon hát kezeljék el. Ugye a fiatal lakosság számára azonban, és ugye ez megint messzire vezet, hogy az afrikai történelemtudathoz, kulturális beállítódáshoz, stb. Ugye számukra ezek az évtizedek, ezek körülbelül ott vannak, mint számunkra mondjuk a Rákóczi szabadságharc időszaka. És sajnos látjuk azokat a tendenciákat, hogy a fiatal lakosság, akinek a
Különösen ugye a középiskolákból egyetemekről kikerülő, már bizonyos oktatási tapasztalattal és skillekkel rendelkező fiatal lakosság ugye kérné a munkahelyeket, szeretne helyezkedni, viszont a lehetőségek, az afrikai gazdaságnak a tempója egész egyszerűen nem tud ezzel lépést tartani, és nagyon veszélyes, hogy a robbanó elegy alakul ki ebből a folyamatból. Milyen megoldások vannak? Ugye Máté beszélt arról, hogy az ipari forradalom hatására hogyan csökken a termékenység iránt, hogy az Afrikában is zajlik, bár sokkal kisebb tempóban, hiszen az ipari forradalom és az industrializáció ugye nagyon lassan megy a kontinensen, sőt bizonyos helyeken ugye dezindustrializáció zajlik, ami nem független egyébként ugye Afrikának a világgazdaságban betöltött helyétől, és ugye hát attól a szereptől, amit a külső szereplők ráerőltetnek. Éppen ezért nagyon fontosak a mesterséges családtervezési programok. Ugye ezekből ugye Etiópia, Ruanda vagy Egyiptom kapcsán látunk most viszonylag működőképes modelleket, amelyek elsősorban egyébként a felvilágosító kampányokhoz kapcsolódnak. Ugye Etiópia kapcsán részben külső donor támogatás, ugye 30 ezer, hát ugye jobb szót nem tudok erre mondani, mint ugye a magyar innovációt, de őket nem így hívják, ugye a védőnői hálózat járja a éppen ugye ezek az Istenháta mögötti településeket, és ugye beszél ugye a hölgyekkel, mert ugye általában minden társadalomnál a hölgyek kezében van ez a döntés, hogy miként lehet hogy a családtervezés kicsit hát kézbe venni, és csökkenteni ugye a termékenységi rátákat. Ennek látszanak az eredménye, hölgyem és uraim, itt vannak az etióp adatok, ugye 5,39-4 közelében ment le az elmúlt 12 évben, ami nagyon komoly eredmény, hogyha arra gondolunk, hogy ez egy évtized alatt zajlott le, és ugye ezért is van az, hogy a népességrobbanás üteme azt csökkenni látszik, viszont ugye ez nem fogja önmagában megakadályozni azt, hogy Etiópia lakossága is megsokszorozódjon a következő évtizedekben. Ugye ráadásul, és ezzel szeretném zárni, ugye a folyamat az nem statikus. Ugye Egyiptom példája mutatja, hölgyeim és uraim, hogy ugye az arab tavaszt követően ugye a muszlim testvérek hatalomra kerülése, hiába beszélünk egy nagyon rövid demográfiai szempontból, rövid periódusról, ugye gyakorlatilag egy-másfél évről, de egy nagyon komoly konzervatív átalakulást von magával a társadalomban, és ugye Egyiptom ugye maga most már több mint 100 milliós lakosságával ugye egy szomorú ellenpélda arra, vagy hát nézőpont kérdése, hogy a demográfia átmenet, ami közeledett a lezáráshoz, az hogyan indul el ismét egy ilyen robbanás irányába, és hogyan nőtt Egyiptom ugye a termékenység iráta. Tehát, hogy ilyen folyamatok bizonyos országokban zajlanak. És ugye a másik, hölgyeim és uraim, ugye a COVID hatása, ugye az, hogy az afrikai iskolarendszer gyakorlatilag fél-három évre leállt. És ugye a fiatalok hazakerültek, ugye ez két okból járt katasztrofális következményekkel ugye a demográfiai átmenetre nézve. Ugye az egyik nagyon fontos szempont, hogy ugye a COVID gazdasági hatásai miatt az iskolából hazakerülők jelentős része, legyen szó fiúról vagy lányról, nem fog tudni visszamenni az iskolapadba. Ugye hiába nyitnak most sorra az afrikai oktatási intézmények, egész egyszerűen a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy a gyerekek visszamenjenek, mert szükség van a munkaerejükre a háztartások körül. Most ugye azt pontosan tudjuk, hogy az iskolázottságnak a mértéke az alapvetően egyenes arányban van ugye azzal, hogy a családtervezési hajlandósággal. Ugye ez egy nagyon fontos hatása a COVID-nak, ami miatt nőni fog a lakosságszám, és egy más nagyon fontos eredménye, hogy éppen ezért, mivel a gyerekek hazakerültek, ugye nagyon sok helyen ugye munkába sem tudtak állítani őket, ugye különösen ugye itt a pubertás koron túllevő, ugye alapvetően középiskolás korosztály, és nagyon sokszor az látszik, hölgyeim és uraim, hogy a lányok zömét az férhez adják ebben az időszakban, vagy férhez adták a vidéki területeken, és ők meg ezért nem fognak már visszakerülni az iskolapadba, és viszont ugye nagyon hamar ugye anyákká fognak válni. Ugye ez nagyon friss folyamat, még nem nagyon látszik a mértéke, de ugye vannak olyan előrejelzések, amik azt mondják, hogy az afrikai kontinens elmúlt 10 évének ugye a demográfiai, hát nem tudom, javulását sikerül ezzel lenullázni, és 10 évet visszamenni az időben, és ugye a termékenységi rátákban ugye következő években szemmel látható lesz ugye a COVID hatása és az így bekövetkezett robbanás. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor átadom a szót Andrásnak.
Köszönjük szépen! Szeretném arra biztatni a nézőket és a kedves résztvevőket, hogy nyugodtan kérdezzenek, írják meg a felmerülő kérdéseket a chat ablakba. És akkor Bartók Andrásé a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget a részvételre ezen a mai beszélgetésen. Másik vége jutott. Én nem demográfiával foglalkozom, japán és kínai védelempolitika, illetve a kelet-ázsiai biztonságpolitika a kutatási, meg az oktatási portfólióm az egyetemen. Demográfiával viszont egy saját ilyen mellékkutatás kapcsán foglalkoztam egy-két éve, és igazából amiatt vagyok egy picit jobban otthon a japán demográfiában. Eredetileg, hogy amikor Viktorral beszéltünk itt a témáról, felmerült Kína is, Korea is, és a Távol-Kelet egésze is. Én azért fókuszálnék mégis itt Japánra, mert tulajdonképpen Japán mintázatszerűen élen jár abban, amilyen helyzetben egyébként majd bele fog kerülni Kína is. Nem véletlen, hogy feloldották az egyke politikát, tehát hogy látták, hogy hova tart a helyzet. Tehát sok szempontból egy ilyen indikátorként kezelhetjük Japánt az előregedés kapcsán, és az a helyzet, amiben Japán kerül, az igaz lesz majd a későbbiekben, meg már igaz Tajvanra, Dél-Koreára, és sok esetben igaz a kelet-európai országokra, tehát egy jó minta. Én egyébként ebben a kutatásban az előregedés és a küldés-biztonságpolitika kapcsolataival foglalkoztam, de ezzel most nem mutatnám a társaságot, ha valakit érdekel, akkor erre majd kitérhetünk. Így általánosságban szeretném bemutatni azt, hogy mit jelent Japánban az előregedés, miért jelent problémát, és hogyan hat magára a japán közéletre. Ugye igazából, amiről szó van, az összességében a japán népességnek a csökkenése, ezzel párhuzamosan a várható átlagéletkornak a növekedése, és ezzel szintén párhuzamosan a folyamatosan alacsony, statisztikailag egy nőre vetített alacsony szüléseknek a száma. Ennek az lesz az eredménye, Japán esetében is és máshol is, hogy a szociális ellátó infrastruktúrára nehezedő nyomás az nő. Tehát nyilván, hogyha egyre több öregről kell gondoskodni, egyre kisebb munkaerőpiacnak, ez adóból történik, ha egyre kevesebben fizetnek adót, ez problémát jelent. Növekszik az egységnyi aktív munkavállalóra jutó eltartottaknak az aránya, és ezzel párhuzamosan ráadásul munkaerő hiány lép fel. Maga a japán nyelv, ezt ugye ez a Shoshi Koreika, a Sakai Mondai, tehát egy ilyen rövid mozaik szóval illeti, hogy csökkenő gyermek, szám és magas életkor irányába történő változás adta vagy jelentette társadalmi probléma. Tehát itt igazából itt van ez a két komponens, hogy egyre kevesebb a gyerek. Szóval nagyjából a 70-es évek közepétől indul el az a helyzet, hogy a statisztikailag egy nőre vetített szüléseknek a száma, tehát ez a TFR, ez a Total Fertility Rate, ez beesik a 2,2 vagy 2 között, szokták mondani, hogy ennyi kell az önfenntartáshoz, beesik ez alá az arány alá. Ez ráadásul nem csak azt eredményezi, hogy egyre kevesebb születik, hanem pár generáció után egyre kevesebb nő születik, aki majd szülni lesz képes, és a családalapításnak egyrészt az átlagos életkora későbbre tolódik, illetve a vállalt gyerekeknek a száma folyamatosan csökken, és átlagban 1 és 2 között van. Ráadásul ugye volt a világháborút követően egy hatalmas boom, tehát az oké boomereink ott vannak Japánban is, és ők eddigre, vagy mostanra ugye nyugdíjas korba értek, tehát gondoskodni kell róluk. Japánban ráadásul világszínvonalon mérve is nagyon-nagyon magas a várható átlag élettartam, és így nagyon-nagyon aktív időskori életet élnek a japánok, kivéve azok, akik nagyon viselődnek a sajátos japán munkakultúra miatt, tehát vannak ilyen érdekes részkérdései ennek, hogy a japán pszichológia az egy külön kifejezést használ arra, hogy milyen lelki poszttraumatikus stresszt okoz egy feleségnek, amikor a férj nyugdíjba megy, és otthon van egész nap, és ezzel, hogy mondjam, ilyen háztartási feszültségek születnek. De összességében arról van szó, hogy párhuzamosan zajlik ugye a csökkenő gyermekszám és az előregedés. Ennek megfelelően a japán kormány nagyjából a 90-es évek óta próbál valamiféle módon
orvosságot találni erre a helyzetre. Tehát a japán családpolitika, családtámogatás egy olyan bő 30 éves, nagyjából 30 éves múltra tekint vissza, úgyhogy le lehetne belőle szűrni tanulságokat, viszont sokszor nem ez történik. Sok más országban nem biztos, hogy feltétlenül, és magán Japánon belül sem feltétlenül a megfelelő tanulságokat szűrik le ebből. Én itt fogok majd hozni egy közvéleménykutatást, amit azért akartam ide betenni, mert talán kiderül belőle, hogy sokszor miért nem vállalunk mi elég gyereket, miért nem születik elég gyerek kapcsán. Érdekes módon, akiknek a véleménye a legkevésbé reprezentálva van, az a 20 és 30 közötti korosztály. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy miért nem születik elég gyerek Japánban, akkor, és ebben egyébként a magyar média is, tehát hogyha el kell valahova menni megszakérteni, akkor engem is ezzel a kérdéssel szoktak rögtön leszúrni, hogy mert a japánok robotokkal szexelnek, meg nem is házasodnak, meg nem tudom. Tehát, hogy a fiatalok viselkedése az rögtön egy ilyen kritikai ágyú keresztüzébe kerül, és egyébként az a kérdés, hogy na jó, a srácok, akkor miért nem szültök gyereket, azt úgy igyekszik mindenki kikerülni, tehát hogy ezt a korosztályt nem kérdezzük meg erről, pedig igazából azt tudja, hogy miért szül vagy nem szül gyereket, aki a családalapítás előtt van, szóval néha elbeszélnek egymás mellett ezek a vélemények. Néhány statisztikai ábrát ide bevágtam. Az igazság, hogy az adatoknak a nagy része az 2016 és 18 közötti lesz, mert 5-16-ba jött ki a legutóbbi japán népszámlálásnak az eredménye, és 2020 év végén csinálták meg a legújabbat, annak még nem mindegyik elérhető, tehát itt van egy ilyen csúszás, de látjuk belőle, hogy igazából a japán népesség az 2010 és 15 között tetőzik, és azóta látunk egy csökkenő tendenciát. Ezzel párhuzamosan ugye az átlag életkor fokozatosan növekszik, és ezek még 18-as előrejelzések, de azóta nagyjából be is jöttek. Ennek az lesz az eredménye, hogyha megnézzünk egy japán korfát, tehát az egyes életkori kohortoknak a számát, mennyiségét, akkor nagyon szépen kirajzolódik ez a világháború utáni boom, ugye ezért a boomerek, és hogy őket egy egyre szűkebb törzse kell majd fenntartsa ugye ennek a korfának. Mindez következik abból, amit már mondtam, tehát a fertilitási ráta mikor kezd el folyamatosan csökkenni, vagy esetleg bezuhanni. Itt egyébként van egy érdekes év, ezt az 1966-ot felszoktam rá hívni a figyelmet, mert ez egy olyan kulturális bekötöttsége is lehet a kérdésnek, hogy itt látjuk, hogy 1965-ben 2,14, 1967-ben 2,2, azt hiszem, és a kettő között van egy 1,5-ös. A japánok a kínai állatövi horoszkópot tartják, vagy ugyanúgy azt veszik figyelembe a születésnél, tehát az évhez kötődő állatövi jegyet, és ezek közül a ló egy olyan személyiségtípus ebben a felfogásban, akit nehéz kordában tartani, nehéz megzabolázni, és leginkább nem szeretik feleségként a ló hölgyeket, ez most kicsit furán hangzott, de hogy a ló övében született hölgyeket, és ráadásul 1966 egy olyan négyes ciklus lova volt, a tűzben született ló, akik a legkevésbé kordában tarthatóak is fegyelmezettek, tehát 1966-ban a japán szülők figyeltek arra, hogy még véletlenül se ebben az évben szülessen a csimóta, tehát akkor inkább mindenki tévét nézett, mint hogy foglalkozott azzal, hogy potenciális feleségeket, férjeket gyártson 20-30 év múlva, tehát ott azért van egy ilyen visszaesés, de lényegében látjuk ezt a TFR csökkenést, és ami ebből az egészből szomorú, hogy igazából itt van egy 90-95 közötti szakaszunk, nagyjából ez az a pillanat, amikor észbe kap a japán politikai vezetés, hogy itt valami nem kívánatos dolog került a sushiba, tehát kéne valamit csinálni, családtámogatási programra van szükség, ezeknek lesznek olyan lépései, mint lakástámogatás, bölcsődei, óvodai támogatások, egyszeri, könnyített hiteljuttatás, sok minden ismerősen hangozhat esetleg, nem tudom. És mégis azt látjuk, hogy a TFR nem nagyon változik. Ebben ugye a 2015-ig vannak, ha jól látom itt az adatok, de most megnéztem a japán statisztikai hivatalnak a mai prognózisát, 1,4. Tehát, hogy 30 év családpolitikájával nem sikerült megoldani ezt a helyzetet, nem sikerült
szignifikánsan növelni, és egyáltalán nem sikerült 2,2 fölé vinni. Nem véletlen, hogy ma már a japán kormányok azért továbbra is mondják, hogy tessék sok gyereket szülni, meg jó dolog az, de hogy azért egy tarkó vakargatás elindult abba az irányba is, hogy amúgy az előregedés jelentette problémát, hogyan máshogy oldjuk meg. Mert hogy ugye továbbra is fennáll az a helyzet, hogy folyamatosan csökken, és csökkenni fog az aktív munkavállalóknak a száma, ami pedig ez a japán kabinethivatalnak, tehát kicsit olyan, mint nálunk a miniszterelnökség, neki az ő honlapjukról szedtem le ma reggel. Ők úgy hívják, hogy van egy negatív spirálja ennek az előregedés adta a helyzetnek, aminek a, nem tudom, hogyha én itt a tollal most firkálok, akkor azt, igen. Szóval igazából azzal kezdődik ez a spirál, hogy van egyrészt a munkaerőnek az állománya csökken, másrészt a fogyasztóknak az állománya csökken. Ez elvezet szépen oda, hogy egyszerűen a gazdaságnak az üteme lassul, és ez rontja egyrészt az innovációt, másrészt a befektetői kedvet. A befektetői kedv és az innováció romlása ahhoz fog vezetni, hogy igazából tovább lassul a gazdaság fejlődésének az üteme, vagy tovább stagnál a gazdaság, és a további stagnálása, tehát legalább ezt azért hajlandó még a japán kormány is aláírni, hogy alapvetően a gazdasági helyzet az vissza fog hatni, például a gyerekvállalási hajlandó sorban egymást fogja majd gerjeszteni. Tehát, hogyha csökken az innováció, csökken a befektetői kedv, akkor igazából például az összeszerelő üzemekben is egyre kevesebbeket fognak alkalmazni, ezt tapasztalva esetleg többen inkább később vállalnak gyereket, inkább nem vállalnak gyereket, megint csökken a munkaerőállomány, megint csökken a vásárlási hajlandóság, a felvevő, a piac, tehát hogy ez az egész egy ilyen átkos spirálba csap. Ezt kellene, vagy lenne jó megpróbálni elkerülni. Ugye említettem már ezeket a különböző állami családtámogatási programokat, ez mondjuk Magyarországról nézve egészen ismerős lehet, tehát ezt külön nem nagyon kell szerintem magyarázni. 2012 után volt Abe Shinzo miniszterelnöknek, bocsánat, korábbi miniszterelnöknek, ugye egy fél éve lemondott, ez a Womanomics nevű programja, ami igazából arra irányult, hogy a japán munkakultúrát, munkahelyi környezetet igyekezzenek átalakítani, mert hogy Japánban világszinten az egyik legmagasabb az a mutató, hogy a szülés után a nőknek mekkora hányada nem tér vissza a munkaerőpiacra, tehát itt van egy kiaknázatlan lehet. Ez olyan több-kevesebb sikerrel haladt előre. Azért a japán kultúrában viszonylag szigorú női és férfi szerepviszonyok vannak, nehéz ezeken egyik pillanatról a másikra változtatni. Most pont volt, mintha figyelte valaki, de a Japán Olimpiai Előkészítő Bizottságnak a vezetője mondta pont azt, hogy nők is beülhetnek a meetingre, csak túl sokat beszélnek, tehát hogy valahogy korlátozni kéne a nekik járó, hogy mondjam, időkeretet. Tehát ilyeneken kell sajnos változtatni ahhoz, hogy ez esetleg működjön. Felmerült, nagyon-nagyon régóta próbálta kerülni ezt a döntést a japán kormány, hogy kicsit vándorlási lehetőségek korlátozását. Ez Abe Shinzo alatt nagyon-nagyon marginálisan, de egy picit könnyebb lett, és igazából ami a fő irány jelenti, amitől a legnagyobb megváltást várják, az az automatizáció, robotika, minél mélyebb integrációja, aminek mondjuk a két végén találnánk a Curatas cégnek a rendőrség számára gyártott utcai járőrprogramját a bal oldalon, ami Isten ments, hogy igazoltasson engem valamikor 8 óra után itt a belvárosban, mert szívrohamot kapok. A jobb oldalon pedig egy robot hölgyet látunk, akit annak szántak, akinek nincsen barátnője. Igazából ezek inkább, hogy mondjam, az ilyen szórakoztató végletek. Lényegében arról van szó, hogy azt próbálom rövidre fogni, de hogyha van kérdés, akkor visszakérhetünk rá. Japánban tulajdonképpen már eléggé automatizálva van az összeszerelő ipar, és igazából a gazdaságnak a szolgáltatói szektoron belüli automatizációira helyezik most a hangsúlyt Japánban. Említettem, hogy ilyen közvéleménykutatásokra is ki szeretnék térni. Ez azt hiszem, hogy egy 2006-os vagy 2010-es közvéleménykutatás volt, amit itt találtam. Ugye próbálják minő, ki hogyan áll ez a témához. Nagyjából a lakosság 80-85%-a égető gondnak tartja az előregedést.
elsősorban a gazdasági hatásai miatt, és a leg, amikor megkérdezik az embereket, hogy szerintük miért van ez a helyzet, a leggyakoribb válasz az lett, hogy a család, a házasság intézményének értékei megváltoztak, tehát ami itt a bevezető előadásban is elhangzott, hogy hogy értéktelenedik el maga a házasság intézménye. És ez mind szép és jó. Azért mellékesen ott reprezentálva van ezekben, hogy a családalapítással kapcsolatban nőnek a félelmek, tehát a nők jelentősége, hogy nem fog tudni majd visszatérni a munkaidőpiacra. Kicsit nagyobb arányban mondják azt a férfiak, hogy egyszerűen nem pénzünk felnevelni két gyereket, de elég nagy különbség jön ki akkor, amikor megnézzük, hogy mit mondanak a 20-30 közöttiek és az e fölötti korosztály. Ezt szeretném hozzátenni, hogy a japán közélet és közvélemény azért nagyon szeret megkeresni bűnbakokat, és alapvetően itt az előregedés kapcsán is a narratíva sokszor arra fókuszál, hogy ezek a gazüzletasszonyok miért nem mennek már el szülni, ők az úgynevezett O-erő, tehát office lady-k, hogy képzelik, és akkor ott vannak a férfiak is ennek a keresztüzében, az úgynevezett ez a social cookie dance, a fűevő típusú férfiak, akik nem hajlandóak randizni és feleséget szerezni maguknak. Ezt azért a magyar sajtó is felszokta kapni, és ugye japánoknak elment a kedve a szextől. Köszönik szépen, jól vannak, tehát pont annyi kedvük van hozzá, mint bárkinek másnak. De ezeket a csoportokat meg lehet fogni, és akkor szépen rájuk kenni, hogy miattuk nem nő a japán népesség. Szembe lehet állítani például a korábbi generációkat, hogy bezzeg ők milyen, mennyivel jobban csinálták. Csak az lesz a probléma, hogy itt van ezeknek a közönkutatásoknak az eredménye, és itt a bal oldalon az össz válaszadókat látjuk. A legtöbb válasz, vagy a legtöbben azzal értettek egyet itt fölül, tehát ez lesz a kis felkiáltójel, hogy a házasság intézménye, a házasság értékeinek a romlása. Viszont ezen az oldalon meg látjuk, hogy ha mindezt életkori kohortokra lebontjuk, és a 20-30 közötti korosztálynak mi az, ami ki fog ugrani, hát alapvetően itt ez a gazdasági környezet. Tehát, hogy a 20-30 éveseket, hogyha megkérdezik, akkor azt mondják, hogy egyszerűen annyira megnőttek a lakásárak, annyival kevésbé valószínű, hogy hosszú távú munkalehetőségünk lesz, megszűntek az életfogytig tartó foglalkoztatások, hogy nem fogjuk tudni garantálni azt az életszínvonalat a saját csimótánknak, amiben mi felnőttünk. Tehát igazából a 20-30 közötti kohort az, aki azt mondja, hogy alapvetően mély strukturális rendszer szintű gazdasági problémák azok, amik őt visszatartják attól, hogy lője ki bangából a gyereket, mint a vízicsúszda, és igazából ahol a legmagasabb az az érték, hogy ezek a gaz fiatalok és nem tartják a házasságot olyan értéknek, azok általában az 50-60-70 korosztály, tehát hogy itt egy nagyon-nagyon csúnya elbeszélés van egymás mellett a generációk között Japánban. Erre azért érdemes odafigyelni, hogy esetleg ezt mondjuk ne importáljuk máshova. Fogok csúszni az időből, úgyhogy ebben nem fogok olyan részletesen belemenni, de hogy az, hogy a fegyveres erők meg a védelempolitika számára miért probléma egy előregedő társadalom, azt néhány japán ezredesi tanulmány nagyon szépen bemutatta, hogy nagyjából 1000 kadétból tudnak egy vadászpilótát kiállítani. Tehát amikor jelentkeznek katonának az ifjak, 1000 jelentkezőből egyből fogunk tudni vadászpilótát képezni. Magyarán azoknak a részfeladatoknak, amikhez, egy viszonylag magas minőségű humán erőforrás kell, az össz, poolnak, vagy az összmerítésnek a csökkenése, az exponenciálisan rontja a lehetőségeit. Tehát itt is erre lenne érdemes odafigyelni, hogy milyen következményei vannak ennek. És erre például a japán fegyveres erők esetében az lesz a válasz, hogy akkor építsünk olyan gépet, amiben mondjuk már olyanok is bele tudnak ülni, akik eddig nem tudtak, kicsit képezzük jobban a katonáinkat, hogy esetleg ezekből ne egy, hanem kettő-három vadászpilótánk is lehessen. Tehát, hogy át kell térni a humán erőforrás megfelelőbb kiaknázására, és ez nagyon sokszor igazából oktatás, odafigyelés a humán erőforrásunkra. Amiben Japán reménykedik, az ugye a mesterséges intelligencia és a robotika. Itt egyébként egy IMF ábrát látnak, azt mutatja, hogy mely országokban mennyire nagy a robotika integrációja.
Egy picit csalóka lesz ez a kép abból a szempontból, hogy ugye egy Dél-Korea vezet, de a Dél-Korea és Japán gazdasága között az a különbség, hogy Dél-Koreának sokkal inkább húzó ágazata a nehézipar, az acélipar. Japán már inkább kütyüket gyárt és fejleszt, tehát hogy a szolgáltató és a fejlesztő szektorban nyilván sokkal nehezebb odarakni egy gyári robotot, hogy tessék, vágd a vasat. A japánok igazából most ezen dolgoznak, és ebben járnak élen, hogy a nem klasszikusan robotika által átitatott szektorokban, tehát a szolgáltató és a fejlesztői szektorban emelik az arányát a mesterséges intelligencia kihasználtságának és a robotikának. És akkor hogyan lehetne mindezt summázni? A japán példája alapján ez egy hosszú távú probléma lesz, ez a család és gyermekvállalási hajlandóság és népességfogyás. Japán 30 év alatt nem tudta megoldani ezt a kérdést, hogy a TFR-t azt visszatornázzuk 2,2-re. Amikor lakástámogatást adtak, akkor ezt szépen a lakáspiac lekövette. Amikor további zseppénzeket adtak a fiataloknak, akkor szépen nőtt mindennek az ára, tehát hogy ez a piac alkalmazkodik. Nem oldották meg azokat a munkaerőpiaci és gazdasági strukturális kihívásokat, amikre hivatkozik az a korosztály, aki gyereket szeretne vállalni, de úgy érzi, hogy anyagilag nem teheti meg. Ami történt Japánban az az, hogy a közép és felső közép osztályban, akik eddig egy gyereket vállaltak, azok néha már vállalnak kettőt. És akkor ezt mondjuk az Abe kormányzat így szépen kiemelte a statisztikából, odarakta, hogy na megoldottuk a problémát, és egyébként a TFR még mindig 1,4-en van. Valószínűleg egy probléma az egésznek a hátterében, és erre lehet tanulság a japán példa, hogy eltérőek a perspektívák, amikor eltérő korosztályokat kérdezünk erről, és sajnos ezt a japán politika tudja, a legkevésbé szavazni a 20 és 30 közötti korosztály fog elmenni. Tehát a politikai, hogy mondjam, húzó tényezője pont azoknak kisebb, most például a nyugdíjasokkal összevetve, akikre hárulna az a feladat, hogy tessék szülni, vagy családot alapítani. És akkor ennek az lesz a vége, hogy az a fajta mély strukturális varázsütés, ami ezt az egészet megoldotta volna, az Japánban nem történt meg. Amit viszont azért kimondanak már a japánok, is erre érdemes odafigyelni, hogy csökkenni fog a humán erőforrás, csökkenni fog a merítése, mert egyszerűen nem oldottuk meg a népességcsökkenést. Tehát amink van, azt meg kell próbálni jól kihasználni. Elsősorban a húzó tényező az lesz, hogyha az a kevés gyerek, aki születik, az esetleg fejlesztő lesz, az esetleg magas hozzáadott értéket tud a gazdaságban képviselni, tehát itt a képen látjuk a fiatalembert, nagyon szeretne építkezési munkás lenni, de hogy elsősorban azzal fogja pörgetni a GDP-t, hogyha mit tudom én, telefonapplikációt tud fejleszteni, tehát hogy igazából felismeri a japán közélet azt a problémát, nem fogjuk megoldani a népességcsökkenést, amink van, azt kellene jobban kihasználni, több lehetőséget kihozni belőle. És ez lett talán egy jó tapasztalat. Én ennek igazából a védelempolitikai részével foglalkoztam részletesebben, de ezzel azt hiszem, hogy nem fárasztom most a társaságot. Hogyha van kérdés, akkor erre kitérhetünk. Köszönöm a figyelmet. Bocsánat, egy kicsit hosszabbak, mint illet volna. Köszönjük szépen. Akkor bátorítanék mindenkit, hogy akár személyesen is tegye fel a kérdéseit, és akkor utána jönnek a chatben érkezett kérdések. Ritkei Mátéhoz érkezett egy olyan jellegű kérdés, hogy az Európai Unió mit tehet a globális demográfiai trendek érdekében? Köszönöm szépen. Véleményem szerint érdemes ketté választani, és belső meg külsőről beszélni. Hát a belső hatások, vagy a belső lehetőségek, azok gyakorlatilag az előző előadás végén azok elhangzottak, tehát nagy demográfiai fordulat nem várható, legalábbis radikálisan és gyorsan lezajló
semmiképpen sem. Éppen ezért a meglévő erőforrások értelmezett a humán erőforrásoknak a kiaknázása, ahogy az elhangzott az előző előadásban, az kardinális kérdés. És hát mit lehet tenni azokban a régiókban, ahol viszont például Afrikában, ahol nő a népesség, és ott viszont az erőforrásoknak a menedzselése, vagy a Viktornak az előadásában elhangzott, a közigazgatás nem bírja el például a népesség növekedést. Hát elsősorban itt különböző olyan technológia és know-how exportálást lehet megoldásként felajánlani, amivel tudjuk őket segíteni. Például, hogyha valamilyen vízgazdálkodási probléma merül föl, előző konferencia során India példája volt az, amit hoztam, hogy nagyon komoly vízgazdálkodási problémákkal küzdenek, és az indiai helyi politika azért szeret arra felülni, hogy egyrészt a klímaváltozás az mennyire egy súlyos történet, és hogy ennek a következménye, illetve hát mennyire megnőtt Indiának a népessége, és ez is egy probléma, és közben azt látjuk, hogy a legegyszerűbb vízgazdálkodási alapokat sem tartják be, és nincs meg ez a technológia, vagy legalábbis nem fordítanak rá figyelmet, hogy be legyen vezetve, amivel ezeket a problémákat lehetne kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy Európának, illetve Észak-Amerikának a szerepe ebben a történetben az, hogy a nála meglévő know-how, illetve technológia az rendelkezésre álljon, és exportálható legyen ezekre a területekre. Köszönjük szépen az időnk rohan, úgyhogy egy utolsó kérdést szeretnénk még feltenni Andrásnak. Miért nem opció a bevándorlás a japán demográfiai problémáinak a megoldására? Köszönöm szépen. Leginkább azért, mert nehéz elhelyezkedni. Tehát még ha engednének is több bevándorlát, még hogyha könnyebb is lenne Japánban a munkavállalói vízumszerzés, egyszerűen a Japán egy olyan kulturális környezet, ahol külföldiként nehéz elhelyezkedni, és itt most nem elsősorban arra gondolok, hogy milyen mondjuk a nők munkaerőpiaci helyzete, hanem az a fránya nyelv. És ezt nagyon jól mutatta egy olyan példa, a 2000-es évek elején, ugye akkor már foglalkozik 10 éve Japán ezzel az öregedési problémával, valakinek eszébe jut, hogy hát nekünk van egy óriási diaszpóránk Dél-Amerikában. A 90-es évek elején rengeteg japán költözött ki Dél-Amerikába, és még mindig ott élnek diaszpóraként, és japánul beszélnek, de már nem japánul írnak, ez volt itt a csapda, és akkor valaki kitalálta, hogy jó, akkor telepítsünk haza a Dél-Amerikában élő japánokat, és majd ők fognak a gyártósoron dolgozni. És egyszerűen felnőtt emberként 8 órás munka mellett hiába beszéltek japánul ezek a japánok, a japán írást nem bírták megtanulni, és ennek az lett a vége, hogy egyszerűen a gyári munkába se lehetett őket úgy integrálni, mert ki volt írva, hogy vigyázz, ne lépj ide, mert bevered a fejed, és nem tudta elolvasni szegény. Úgyhogy ennek az egész Dél-Amerikából költöztessünk Japánba japánokat programnak, az lett a vége, hogy egy 4-5 év múlva ki kellett rá egy második állami programot találni, hogy akkor költöztessük őket vissza Dél-Amerikába, mert ők se akartak annyira ott maradni Japánban. Tehát, hogy egyszerűen egy olyan high context kultúr közeg a Japán, ahol nehéz integrálódni, ahova nehéz belépni, és egyébként nem is annyira befogadó. Tehát leginkább ez a sajátossága miatt lehet érdekes Japán, mert Dél-Korea ugyanezekkel a gondokkal küzd, csak Dél-Koreában sokkal több bevándorló érkezik. Az is igaz, hogy Dél-Koreában sokkal nagyobb jelentősége van a nehéziparnak, tehát a Fülöp-szigetekről beérkező munkásnak nem nagyon kell megtanítani, hogy kell mikroszkóp alatt forrasztani, hanem itt a kohó dolgozzál. Tehát, hogy a japán gazdaság és a japán kultúra miatt nincsenek meg Japánnak azok az opciói, ami mondjuk más kelet-ázsiai országokban, igen, hogy legalább minimálisan bevándorlással is tudja orvosolni ezeket a kihívásokat. Köszönjük, és még egyet szeretném folytatni. Egy olyan kérdés érkezett, hogy lehetséges-e, vagy lehet-e, hogy ezek a különböző problémákkal küzdő országok, illetve kontinensek együttműködjenek valamilyen szinten? Mármint, hogy például akkor Afrikából munkaerő irányuljon Japánba, vagy... Ezt általánosságban kérdezik.
Hát én azért ezen csodálkoznék, vagy csak a japán példán kiindulva, általában azok az országok, ahol az előregedés és a népesség fogyása probléma, ők már így is rengeteg mindent kitelepítettek a harmadik világból összeszerelő üzemeket, tehát hogy egyszerűen azok a magánvállalatok, mondjuk Japánban vagy Európában, nem biztos, hogy partnerek lesznek abban, hogy ahelyett, hogy Afrikában, meg Dél-Kelet-Ázsiában mondjuk mostani áron dolgozó munkaerőt hozzunk el Japánba, és akkor kétszer annyit kell neki fizetni, mert annyival drágább az élet Japánban. Tehát, hogy vannak egyszerűen olyan strukturális gazdasági gátjai ennek, hogy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szemipermeábilis áteresztő réteget csináljunk a csökkenő és a növekvő társadalmak között, vagy legalábbis Kelet-Ázsiában ez látszik, meg a japán példa ezt mutatja. Most a bevándorlás az egy szélsőséges véglete ennek, de hogy amúgy is a gazdasági szereplők inkább abban érdekeltek, hogy vagy mondjuk a japán gyár abban érdekelt, hogy Burmában legyen az összeszerelő üzem, és burmai áron dolgozzanak, és nem abban, hogy Burmában pakoljunk fel mindenkit egy kompra. Úgyhogy itt azért vannak komoly rendszer szintű gátjai annak, hogy ilyen jellegű win-win helyzeteket teremtsünk, szerintem legalábbis, de ezzel lehet, hogy mindjárt vitába szállnak a kollégák. Jó, akkor bocsánat, akkor én is kiegészítem, amit az Andis mondott, tehát, hogy és pont ez a rendszer szintű probléma kérdés, amit én egy picit pedzegettem ugyan a Afrika kapcsán, de szerintem ezt érdemes hát így talán jobban kiemelni. Tehát, hogy ugye azt, hölgyeim és uraim, hogy Afrikában dezindustrializáció van, idáig már eljutottam szerintem az előadásban is, tehát ez amiatt van, hogy egész egyszerűen ugye a külső hatalmak, és itt Japán, Kína, India, európai országok nem érdekeltek abban, hogy a termelői szektorok zöme az egy bizonyos szinten túlátkel a kontinensre, és ugye Afrika alapvetően ugye nyersanyag termelésre van beárazva. És itt alapvetően a dolgok akkor fognak változni, és erre vannak pozitív példák, hogy az afrikai vezetés azt mondja, hogy nem megy bele ebbe a játékba. Ahol én win-win szituáció esélyét látom egyébként, az inkább a technológia és az innováció érkezése a kontinensre. Ugye Japán egyébként pont az afrikai kontinens egyik legfontosabb külső donorja, és ugye Japánt azért szeretik egyébként, mert hogy hát ott még most ott az afrikai zöme elhiszi azt, hogy itt alapvetően tényleg win-win szituációkra törekszenek. Ugye az európaiakkal szemben azért bizalmatlan, mert gyarmatosító hatalmak voltak, Kínának a reputációja az elmúlt években jelentősen romlott, és ugye kiderült, hogy ez a belügyekbe való benemavatkozás ugye addig tart, amíg a befektetett kínai milliárdok biztonságban vannak, és a megtérülésük is biztonságban. Ugye Japán ebből a szempontból talán kicsit elfogadottabb szereplőnek tűnik. És ugye még egy dolog itt ugye az afrikai, ugye alapvetően mindig a fő kérdés az, hogy a fejlődés az növekvő energiaigénnyel jár, a növekvő energiaigény pedig nagyon leegyszerűsítve, ugye a növekvő környezet rombolása, ugye Máté is erre egy picit utalt. Ugye Afrika alapvetően az energetikai robbanás előtt áll még, vagy ez most indul. Ugye ami opció lehet egyébként, ugye az, hogy a zöld beruházások és a zöld energia alkalmazása a kontinensen, az nagyon komoly potenciálokkal bír. Ugye vannak ilyen számítások, amit ugye brit kutatók leültek és kiszámolták, ugye, hogy nem tudom, Afrika rendelkezik a világ vízi energia potenciáljának a 40%-ával. Ugye ez fogalmunk sincs, hogy ez igaz-e, de az biztos, hogy óriási lehetőségek vannak. Tehát, hogy gondoljunk csak most ugye mindenféle most politikai megközelítéstől függetlenül Egyiptom, Etiópia kapcsán a nagy etióp újjászületés gátra, amiről azért az látszik, hogy természeti katasztrófát nem fog okozni, viszont ha elkészül, az a 110, most már 6 milliós Etiópia jelenlegi áramtermelését meg fogja duplázni. Tehát, hogy itt azért ilyen léptekkelben tudunk gondolkodni, és tehát nagyon sok afrikai ország esetében azt látjuk, hogy a zöld energia, vízi energia, napenergia, szélenergia, geotermikus energia, ugye ott van a nagy hasadékvölgy, ugye ami ebben szintén nagy jelentőséggel bír Kelet-Afrikában.
Tehát, hogy lehet egy nagyot ugrani itt az energia felhasználásban a zöld energia felé, és kihagyni olyan lépcsőfokokat, amelyek, tehát például ugye szénerőművek, amik ugye katasztrofális hatással járnának egy mondjuk 2,5 milliárdos lakosság ellátása esetén. Köszönöm szépen. Egyúttal szeretném megköszönni a kedves résztvevőknek a megtisztelő figyelmüket. További információkért bátorítom önöket, hogy kövessenek bennünket a migrációkutatóintézet.hu, illetve a klimapolitikaiintézet.hu webhelyeinken, illetve Facebook oldalon. És hát mindenki vigyázzon magára, köszönjük a figyelmet. Köszönjük, minden jót. Köszönjük. Minden jót. Viszontlátásra. Köszönjük.